gyémántlány. Magyar hangok. Huszárik Kata. Lux Ádám. Tokai Csaba. Kerekes Andrea. Timon Barna, Bácskai János, Esznagy Ildikó. Napadomb pincészet. Korán keltél. Te is, ha már ennyi mindent elintéztél. Az ilyesmi már szinte magától megy. Biztosan ezért van saját irodád, a neveddel az ajtón. Ha kocsit is mosnál, még a nagy irodát is megkapnád. Nem inném. Bár Denit biztosan érdekelné. Jó lenne, ha jönne már, különben neked kell megküzdened Mrs. Rosszal. Én meg visszaütöttem. Ne dolgozz túl sokat. Jó reggelt. Jó reggel, Danny. Na, hol van Claire? A megbeszélésen. Nekem igazából fölösleges is bejárnom, nem? Mr. Montana úgy gondolja, ez megoldja a problémát. Talán igen, de... Van kérdése. Montmorency nem kap annyi. Igen? Elnézést, ki tudná jönni egy percre? Nem várhat? Attól tartok, nem. Egy pillanat. Mi az? Danny oda bent vár. Megbocsát még egy percre. Ó, Claire, hol voltál? Mondd csak, melyik nyakkendő megy ehhez a zakóhoz? Jó reggelt. Kimentettelek Mrs. Rosenál. Kinél? A 10 órás ügyfélnél. Olyan hatékony vagy, biztos kézben tartod az ügyet. De te vagy az ügyvéd. A hölgy aggódik az örökösödési adó miatt. Légy szíves, válasz már. Ó, tökéletes. Margó meghívott ebédelni. Ó. Bernie ajánlatot tesz a szőlőre. Azt vitatjuk meg. Na persze. Összekötöm a kellemeset a hasznossal. És mi lesz Mrs. Rosszal? Ó, van kártya a csokorhoz. Írj hozzá fejből. Nem, sose jut eszembe semmi. Majd veszek kártyát a trafikban. Nem, beszélni fogsz Mrs. Rosszal. Én pedig megveszem helyetted a kártyát. Ez az. Angyal vagy. Ó, kérem. Mrs. Rose. Milyen elragadó ma? Ugye milyen elragadó? Bizony. Nézzük. Tökéletes. Van bent szalag? Igen, de Claire, várj egy kicsit. Kell a laptop is. Beszélnem kell a részvényesekkel, igen. Nem baj? De. Majd hívlak. Segíthetek? Ha nem kérek túl sokat, igazán értékelném, ha nem zavarna. Elnézést, az az én asztalom és az én telefonom. Claire... Úgy sem dolgozik. Inkább szerelmi üzeneteket vásárolgat.
Van az úrnak időpontja Mr. Montanához? Nem, nincs meg. Nekem nem kell időpont. Nincs joga csak úgy bejönni az irodába. Én vagyok Mr. Montana. Régen Montana. Gondolom az öcsém még sosem említett. Nagyon sajnálom. Segíthetek? Igen, először is vigye el innen ezt a limlamot. Kell egy iroda, és ez épp megfelel. Ez az én irodám, az én holmim. Azok mind megkezdett ügyet. Nos, mindannyian hozunk áldozatokat. Deli tud erről? Igen, azt mondta... Azért jöttem, hogy segítsek neki a szőlő ügyével kapcsolatban. Ha megjön a futár, mondja meg neki, hogy hová tegye az aktáimat. Hogyne. Pontosan meg fogom mondani neki. Na, megismerkedtél a bátyúval? Hová pakolhatok? Csak tegye le oda. Én is meglepődtem. Régen már 10 éve Londonban él. Ne oda tegye. Vigye be, kérem. Egy-két napra befogadjuk. Sajnálom, nem marad sokáig. Tudni akarok minden részletet. Mit akar? A hölgy mondta, hogy ezt hozzam ide. Senkit nem izgat, hogy épp dolgozni próbálok. Ide figyelj. Akkor most ide tegyem, vagy ne? Nekem mindegy. Tegye ide. Igen, igen. Micsoda klassz pasas. Ahogy bejött és átvette az irányítást. Viccelsz? Erőszakos alak. Igazi férfi. Végre nem egy kisfiú. Hiába mondod, ez így akkor sem jó. De ezt már vagy ezerszer elmagyarázta. A banknak megfelel. Persze, még szép. Nekik mindegy, hogy kitől kapják meg a pénzt. Milyen aggodalmas lettél? Mondd, szerinted miért akarja Bernier a birtokot? Ezzel nem foglalkozom. Így is épp elég nehéz az ügy. Ha megpróbálod kitalálni, mit jelent ez számára, jobb szerződést köthetsz. Miért gondolod, hogy 10 év után te irányíthatsz? Egyértelmű, hogy kell ide valaki, aki világosan lát. Főleg, mert apa már nincs itt, igaz? Elnézést. Ez magánbeszélgetés, az ajtó csukva volt. Danny kérte, hogy hozzam be ezt a szerződést, ha elkészült. Elnézést, az irataim kicsit összekeveredtek. Tudja, remek ötlete támadt. Igen. Növelni lehetne a szőlőjük exportját. Ó, halljuk, Danny, hogyan? Ó, rengeteg új lehetőség nyílt, igen. A világ megőrül a kaliforniai chardonnayért, és szerintem, vagyis szerintünk ez... Érted? Add ide, majd én elolvasom. Mi jutott belé? Ő már csak ilyen. A természete nagyon hirtelen. Remek. Azt hittem, haragszik. Ez semmi ahhoz képest, amilyen 10 éve volt. Szia, édes. Margó. Épp a legjobbkor. Beszélnünk kell. Odalent van a kocsimban Bernier végső ajánlata. Szép munka, és főleg gyors. Bernier, ilyen. Néhány éve találtam neki egy szőlőt Dél-Amerikában. És 2 hét múlva már az övé volt. Jól néz ki. Köszönöm. És Bernier most épp napában akar szőlőt. Már értem, miért mondják, hogy te vagy a világ legjobb ügynöke. Gyönyörű. Köszönöm, Claire, nagyon szép. Szívesen. Kártya is van. Megfogod? Persze. Margó, történt valami, amiről tudnod kell. Szóval maga Danny bátyja. Micsoda kellemes meglepetés. Örülök, hogy megismerhetem. Szégyed magad, Danny, hogy eddig rejtegetted. Ebédeljen velünk. Sajnálom, még sok mindent el kell intéznem. Mulassanak jól. De ígérje meg, hogy legközelebb velünk jön. Ez természetes. Szia! Menj már! Gyerünk dolgozni! Ez Danny. Két nőt is szédít, hogy neki semmit ne kelljen intéznie. Tessék! Gimi óta így ment. Mindig egy sereglány teljesítette a különféle kívánságait. Én itt csak dolgozom. Szigorúan elválasztom a magánéletet és a munkát. Ahogy ne.
A munka körébe tartozik, hogy édes kis kártyákat vegyen Danny barátnőjének. Esetleg. És most megyek ebédelni. Nem mehet, rengeteg az elintézni való. Legalább nem lesz ideje rá, hogy hiányol. Sajnos segítenie kell. Holnap találkozunk Bernie-ével, és föl kell készülnem rá. Ha nem eszem, ingerült leszek. Az szörnyű lenne. Megyek, felhozok valamit. Mikor rendezték ezeket utoljára? Keres valamit, vagy csak úgy kutakodik? Hát, ha Londonban ilyen zűrzavar lenne. Londonban biztos jobb magának. Ne aggódjon, ha végeztünk ezzel az üggyel, visszamegyek. Miben segíthetek? Először is mondjon el nekem mindent a szőlőről. A napadomb leginkább az apjuk szívügye volt. Aztán Danny kezébe került az irányítása, de ő nem sokat foglalkozott vele. Nem vagyok meglepve. Ha látni akarom az elmúlt 5 év forgalmi adatait, át kell rágnom magam ezen az egészen? Nem feltétlenül. A boreladás részletes adatai. Csak kérnie kellene. Szia, megjöttem! Mit csinál az én kis öcsikém? Vacsorát. Mit szólsz? Csak állok döbbenten. Ezt adták fel házinak. Meg kémiából? Ha-ha, technikából. Ez egy omlett. Gusta. Hogy ment a töri? Ó, hát a buráni csatára emlékeztem, de Piket nem jutott eszembe. Pedig este átvettük. 3-ast kaptam. Az egész jó. Mi? Mi a gond? Semmi. Miért? Azt mondtad, jó a 3-as. Örülj, hogy megúsztad. Oh. Mi az? Arra gondolsz, hogy ez a Danny megőrjít. Egyél, ne okoskodj. Ha Danny ennyire kikészít, hagyd ott. Sehol nem kapnék ennyi fizetést. Jól van, nem szólok bele. Mi a baj? Ízlik az omlett? Sohom, mi az? Mi bánt? Danny egy hülye. Jobbat érdemelnél. Nem olyan vészes, és ez csak munka. Na persze. Ezt meg hogy érted? A Danny nagyon pocsik lenne sógornak. Claire! Sejtettem, hogy korán bejön. Hol van az a tegnapi szerződés? Dannynél dolgozott rajta. És mikorra várható Mr. Danny Montana érkezése? Megnézem a naptárjában. Biztos későn feküdt le. Sokáig tartott a tárgyalás Margóval. Szia, Philip! Itt régen. Jaj, Danny! Maga írta. De Danny találta ki. Danny tegnap semmit nem tudott az egészről. Ahó! Jó reggelt! Mi újság? Épp ismerkedem a részletekkel. Remek. Potterék jönnek 2-re? Igen, oda készítettem az aktát Lori asztalára. Majd összefoglalod neked. Nem, nekem segít felkészülni Bernie-re. Csak vacsora lesz, nem tárgyalás. Eszünk, iszunk, társalgunk egy kicsit. Vedd lazábra, gyerünk. Inkább nem. Add kölcsön még egy órára. Rendben. Ma elviszem ebédelni, jó? Nem mehetek. Danny számít rá. A Potter ügy, semmiség. De Danny még nincs képben. Sejtettem. Azt viszont tudom, hogy maga ingerült lesz, ha nem eszik, úgyhogy szálljon be.
Majd segít rendezni a gondolataimat. Kár, hogy nincs kutyája. Akkor elvihetné őt. Csábító gondolat. A Country Club? Itt nem kell tavnak lenni? Valaha éltem itt. Jó napot, Mr. Montana. Rég nem láttuk. Parancsoljon. Köszönöm. Ezek szerint mindenki más is. Tessék. Itt élt valaha. Sikerült választani? Igen. Nem. Mondjam a mai ajánlatot? Igen. Ne. Ne. Mi tenne? Egy zöld salátát kérek. Semmi mást? Nem vagyok éhes. Ahogy gondolja, én kérek egy zöld salátát és utána a risottót. Remek választás. Bort? Válasszom. De csak is napadombi lehet. Merló. Az gyerekeknek való. 85-ös Cabernet Sauvignon. Ne. Előbb az illatát. Most kóstolja meg, milyen gyümölcsös. Érzem a gyümölcsízt. Mm-hmm. Szilvát is. Emlékszem még a szüretre. Meleg nappalok, hideg éjszakák, és jó bor. Köszönöm. Kérem. Akkor most mondj el, mit tud Bernierről? Nem sokat. Talán paranoia, de ha én akarnék valahogy áron alul megszerezni egy szőlőt, akkor remek célpontnak tekinteném magunkat. Valahogy úgy érzem, Bernier is erre hajt. Mi a célja? Egyszerű, rengeteg pénze van, és terjeszkedni akar. Maga miért csak asszisztens? Tessék? Van tehetsége a joghoz. Miért nem végezte el? Tudja, nagyon szeretem a munkámat. Mit titkol Claire? Világos, hogy maga viszi Danny praxisát. Ó, remek, köszönöm. Nagyon finom. Biztos nem kér? Igen, igen, egészen biztos. Ó, az a tegnapi szerződés. Danny írta, nem én. Rendeljen valamit. Nem, köszönöm. Szóval? Danny azt javasolta a partnereknek, hogy a megtermelt bort fixáron vegyék meg. Miért tennék? Az apjukra és a régi időkre való tekintettel. Nem kockázatos üzlet, mert az elmúlt 3 évben nagyon kicsi volt a hozam. Még mindig nem értem, miért előnyös ez nekünk? Nézze, ha éhes, csak... Nem, kérem. Tényleg. Az apjuknak szüksége volt a garantált eladásra, hogy finanszírozza az új növényeket. Sok régi tőke elpusztult. Megenném. Én már tele vagyok. Hát, ha nem kéri. Nem. Tényleg finom. Egyébként az előrejelzések szerint a következő évtől egyre javul majd a termés. De kell még 5-6 év, amíg minden a régi lesz. Nagyon jó elgondolás. Ez most gúny volt? Nem, nem. A javaslatai beválhatnak. Vajon a forgalmazók is belemennek? Igen. Biztos benne. Megbeszéltem velük. Meg a múlt héten. Köszönem. Tessék. Mit csinál ma este? Azt hiszem a... Mondja le. Ott kell lennie velem a vacsorán. Ilyen kedves hívásnak ki tud ellenállni?
Meg kell tudnom, miért akar Bernier betársulni egy szőlőbe, ahol évek óta nincs hazam. Danny mit mond? Amit Margot diktál. Ez tényleg paranoia. Én nem a nadrágomban hordom az eszemet, mint Danny. Maga itt az egyetlen, akiben megbízom, úgyhogy segítenie kell. Csak bízol rám mindent. Spare Nova. Mit keresünk itt? Bernier nem nézhet minket bugrisnak. És Lori szerint ez a legjobb hely. Teljes átalakulás tetőtől talpig. Hajvágás, festés, arckezelés, manikűr, pedikűr, lábgyanta, bikinivonal, bőrradír, smink és algáskezelés. Ezt mind kérjük. A tekercselést muszáj. Ezt Mr. Montana küldi magának. Odalent várja, hogy elkészüljön. Köszönöm. Ez csodás érzés. Mondja, miért akarja elrejteni az arcát? A várjon! Ugyan? Mióta hordja a haját? Így. Gimióta. Várjon! Nem gondolja, hogy ideje kipróbálni valami újat? Ó, nem. Nem nézhetem meg! Csak nyugalom. Picasso sem mutatta meg a készülő félben lévő műveit. Elnézést. Hol van Claire? Türelem, Mr. Montana. Ehhez idő kell. Véleménye? Én hirtelen meg sem ismertem. Jó az álca. Nem szereti? Annyira snob hely nem fognak beengedni. Ez Danny egyik kedvenc étterme. Jó estét. Üdvözlöm a Medúzában. Érezze jól magát. Tényleg snob. Jó estét. Ön Mr. Montana. Foglaltunk asztalt. Igen, uram. Hogyne. A társaság többi része már megérkezett. Jöjjenek velem. Vajon milyen képet vág majd Danny? És ön? Na igen, persze. Hűha, két napja van itt, és micsoda nőt hoz? Ő Danny bátyja régen. Claire. Fantasztikus. Hihetetlen. Elnézést a késésért. Át kellett öltöznöm. Mr. Bernier, régen vagyok, Danny bátyja. A hölgy Claire... Bernard. Szólítson Jean-Marcnak.
Claire Denny asszisztense. Enchanté. Azt hiszem, még nem tud mindent a borunkról. A napadomb Amerika három legjobb pincészete közé tartozik. Természetesen. Higgyel, nagyra értékelem a boraik hírnevét. Óvatosnak kell lennem. Sok forog kockám. Számomra is. Nyugalom. Semmi gond. Egész héten San Franciscóban maradok, hogy lezárhassuk ezt az ügyet. Akkor hétvégén kimehetünk a szőlőbe, majd ott írjuk alá a szerződést. Nem biztos, hogy hamar meg tudunk egyezni. Nem áltatom. Elnézést, de nagyon fáradt vagyok. De megbocsát? Eddig remekül éreztük magunkat. Szép ez az este. Ne fejezzük be ilyen korán. Ne tegye ezt velünk régen. Igen, maradj. Van valami terve? Ha Párizsban lennénk, most elmennénk egy kellemes helyre, ahol jobban megismerhetjük egymást. Még alig kezdődött el az este. Mire készül a bátyád? Na, csak hozza a formáját. Bebizonyítja, hogy mindent jobban csinál nálam. Remélem nem fog akadékoskodni, nincs minden sarkon egy vevő. Megengedi, hogy felkérjem Claire-t? Ahogy. Tessék. Vigyázzon régen. Túl nagy lelkű. Nem kell vigyáznom. Tudja, megbízom Claire-ben. Igen, mi pontosan tudjuk, hogyan állunk egymással. Családom nagyon fontos számomra. Higgy el, megértem. Éppen ezért nagyon nehezen viseljük az elválást. A világ bármely részén vagyunk, többször beszélünk egymással. Magát. Claire remek táncos. Nem baj, ha ellopom? Nem, dehogy. Táncoljunk mi is régen. Miért ne? Az irodán kívül mindig ilyen voltál? Ugyanaz vagyok. Ez csak ruha és frizura. Ez több annál. Hogy nem vettem észre? Én vagyok az. A megbízható Claire. Az öreg irodai bútordarab. Megértem, hogy gyanakvó, de ez remek üzlet. Nem talál több ilyen vevőt. Arról meg is kell győződnöm. De ha túl lassan határoz, Bernier más partnert keres. Szeretem ezt a dalt. Nem bánja, ha most átmegyek az öccséhez? Számít, ha bánom. Bocsánat, megengedi? Rájött valamire? Nem igen. Bernier azt gondolja, hogy egy pár vagyunk, úgyhogy ne jelentést tegyen, hanem susogjon. Bernier sokat beszél, de óvatos. Vigyázzon, hogy ne mondjon semmi lényegeset. Csak annyit tudtam meg róla, hogy 6 testvére még mindig Algériában él. Szóval eredetileg odavalósi. Mm-hmm.
Asza! Mi történt veled? Most szuper vagy. Nagyon vicces. Hogy még nem feküdtél le? Lori ennyi fog piszkálót veszített. Esélyt adtam, hogy visszanyerje. Micsoda nagy lelkűség. Bocsánat, szigorúbbnak kellett volna lennem. Semmi baj. Köszönöm, hogy itt maradtál. Azt hittem, korábban jövök. Milyen volt a randi? Nem randi volt, hanem üzleti vacsora. Randiztál Dannyvel? Nem, Reagannel. Az ki? Danny bátyja, és nem randi volt. Ah, persze, hogy nem. Hol voltatok? Először a medúzában, aztán táncolni. Egy pillanat. Táncolni mentél Danny bátyjával? Az randi. Jó éjszakát. Lefekszel. Kösz, Lori. Jó ét. Jó ét. Nem érdekel, Bernie. Ez nekünk így nem jó. Ne viccelj már. Megkapjuk a pénzt, benne leszünk az igazgató tanácsban, és anya a házban maradhat. Mi nem tetszik. Csak névleg leszünk igazgatók. A gyakorlati dolgokba egyáltalán nem szólhatunk bele. Te vagy a nagy tárgyaló, rendezd el, de ne mondd, hogy részt akarsz venni a szőlő mindennapi életében. Danny. Én csak a család érdekeit nézem, ha már más nem teszi. Úgy beszélsz, mint apa. Senki nem ért semmihez, csak te. A napadombi bor évtizedek alatt szerzett hírnevet. Ezt nem szabad elherdálni. Nem te fordítottál hátat mindennek 10 évvel ezelőtt? Mondd régen. Azért jöttél, hogy átvedd a szőlő irányítását? Sejtettem. Ez neked csak nyaralás. $2,700. Egyetlen ruháért nem. És ez semmi a nyaklánchoz képest. De ezt legalább nem kell kifizetnie. Vidd vissza és utaltasd vissza az árát. De hát gyönyörű. Claire! Gyere! Claire! Miért magának segítsek? Nem nekem segít Claire. Dannynek is így lesz a legjobb, csak még nem tud róla. Maga sosem téved. Apánk 40-40%-ot hagyott ránk a szőlőből, a többi anyámé. Tehát aki őt meggyőzi... Ő nem kedvez egyikünknek sem a másikkal szemben. Apánk tudta ezt, ez volt az utolsó kis tréfája. Szóval, támadt egy ötletem. Most Margó mozgatja a szálakat. Rá kell vennünk Dannyt, hogy legyen saját véleménye. Amit maga diktál. Nem én, a cég érdeke. Halogatnunk kell a szerződést, amíg meggyőzzük Dannyt. Lelassítjuk az ügyet a feltételek megszigorításával. Aztán kivonjuk Dannyt Margó bűvköréből, hogy rám hallgasson. Azt megnézem. Meg kell tennünk. Margó elhitette vele, hogy nem lehet más vevőnk. És mivel hat Dannyre? A titkos fegyverem. Maga. Tessék! Elhódíthatja Dannyt. Ez nevetséges. Láttam tegnap, hogy nézett magára, maga meg őre. Miről beszél? Talán szívjóságból viseli gondját Dannynek. Ostobaság, Danny soha... Danny a tenyeréből fog enni, higgy el. Olyan legyek, mint Margó. Nem, maga nem vonzó lesz, hanem varázslatos. Ne vicceljen. Ide figyeljen. Danny versenyző típus. Ha azt hiszi, hogy maga szerelmes belém, ráhajt magára. Nem megy. Ne mondja, hogy nem Dannyről álmodozik. Segítünk egymásnak, és mindenki jól jár, Danny is. Maga illik hozzá. Úgyis ezt akarja, tegye meg. Maga semmit sem tud rólam. Nem mindenkinek van pénze és ideje, hogy mindig azt tegye, amit akar. Itt nem pénzről van szó, hanem a vágyról, hogy elvegye, ami kell. Együtt kell élnünk a döntéseinkkel.
Én például a családomat választottam, maga pedig Londont. Döntenie kell most rögtön. Mit csinál? Egy pár Régen. Vagyunk, vagy nem? Mindenki hoz áldozatokat. Régen. Bocsánat, én nem akartam zavarni, csak... Claire, vár a munka. Bocsánat. Tudod, csak éppen elterveztünk egy-két dolgot. Igen, láttam. Megjött a jelzálog szerződés? Biztosan. Már is megnézem. Nekem úgy is hívnom kell Londont. Tudnál ma túlórázni egy kicsit? Régen. Finoman bánj vele. Claire nem olyan, mint a londoni cicababák. Jó ez a szecsuháni. Nem is tudom. Nem szereted? Tessék, kóstold meg. Jó, nem arra gondoltam, hanem Bernie pénzügyi helyzetére. Mi a gond vele? Rengeteg pénze van, és terjeszkedni akar. Igen, és a szőlőnk alkalmi vétel, de ez így túl egyszerű. Nem kéred? Nehetek a tányérodból. Most már cinkosok vagyunk. Nekem is gyanús volt Bernie. Amikor utána néztem az interneten, találtam valami furát. Tavaly négyszer annyi bort adott el, mint amennyit megtermelhetett az összes birtokán. Folytasd. A főiskolán algériai bort ittunk. Minden bulira azt hoztak. Mert csak arra futotta. Bernie családja Algériában él. Szóval akkor algériai bort palackoz mindenféle más néven. Ezért vásárol föl neves birtokokat, és nem érdekli a hozam. Csak a jól csengő név kell neki a saját titkos borkészletéhez. Meg a törvényesség látszata. Jaj, most meg tudnálak csókolni. Tényleg meg kellene kóstolni a csirkét? Nem, köszönöm, nem vagyok éhes. Nem vagyok éhes, Claire. Jaj, ne haragudj vele. Semmi baj, egy pillanat, nehogy beleszáradjon. Holnap majd kimoshatom, semmi gond. Nem, most azonnal be kell áztatni, különben kidobhatod. Claire. Jól van. Tessék. Mindjárt jövök. Ez az. Tényleg nem kellett volna kimosnod az inget. Nem vártam el. Bántod, hogy összekentelek szecsuáni csirkével. Ő de klassz ház. A nagyimé volt. Jó, hogy megtartottad. Ez a városrész megint divatos. Úgy érzem, nem is tudnék máshol élni. Nem akarod látni Bernie arcát, amikor beszélek vele? Megérdemelnéd. Dannynek nem kell tudnia, mi a szerepem. Már megint. Megint lemondasz a dicsőségről. Reggel beszélj meg, találkozott Bernie-ével. Én csak később megyek be. Belül. Jaj, de örülök. Én is örülök, hogy látlak, anya. De hogy kerülsz ide? Nehogy azt mondd, hogy csak erre jártál. Szeretnék elvinni egy kis bort, ha nem gond. Jaj, de hogy is gond? Csak az számít, hogy végre itthon vagy.
Még emlékszel a legjobb évjáratokra? Csak elutaztam, nem amnéziás lettem. Tudtad régen, hogy pontosan ezt a bort ittuk apáddal a 25. házassági évfordulónkon? Mire kell? Muníciónak. Lehengerlem vele a francia vevőt. Nem értem, miért szomorodok el. Valamiért úgy érzem, cserben hagyom apádat. Tényleg? Akkor tartsuk meg a szőlőt. És ki irányítja? Hát nem, Danny. És persze, ha jól sejtem, te sem akarod. Akkor sem. Kótya vetyélhetjük el. Át akarnak verni minket. Miből gondolod? Ugyan már, anya. Danny nem túl ügyes tárgyalópartner. Nagyon igazságtalan vagy, régen. Danny már egy hónapja elküldte neked az iratokat, és nem tiltakoztál. Ez igaz. Akkor most miért kezdesz el akadékoskodni? Én csak el akarom érni a legjobb árat. Még 2 millió dollár? Nem túlzás, ez egy kicsit. Alul értékelte a birtokat. Persze, még tárgyalunk az összegről. De Danny, neked megfelelt az ár. Az öcsé mindig könnyelműbb volt nálam. Persze, ha úgy érzi Jean-Marc, hogy ez így nem elfogadható, az akkor... elmúlt években nagyon alacsony volt a terméshozam. A mennyiség ravasz dolog. Van, amikor kicsi a hozam, aztán hirtelen meglepően nagy lesz. A minőség viszont változatlan. Aranyérem, 21-ben, 28-ban, 45-ben, 48-ban, 51-ben, 66-ban. 85-ben, igen, 89-ben és 91-ben. Beszélhetnék 4 szemközt Margóval? Megőrültél? El akarod üldözni a vevőt? Nem, csak azt akarom, hogy tisztességes árat fizessen nekünk. Margó felbecsülte a szőlőt, és én mindent ellenőriztem. Danny. És ha Bernie visszalép? Szerintem nem fog. Nagyon remélem, hogy igazad lesz, régen. Még beszélnem kell a cégem igazgató tanácsával. Hát persze, hogy ne? Még semmi nem biztos, Danny. Jean-Marc biztosan meggyőzi őket az előnyökről. Végül is a Napadom név még évekig hasznot hozhat maguknak. Az üzlet még ezen az áron is kifizetődő lehet. Remélem, meg tudom győzni a cégemet. Én is. Jó lenne, ha Margó néhány napig magánál dolgozna és segítene a meggyőzésben. Az nem fog menni. Épp most intézek egy másik szerződést is. Nagy segítség lenne. Ismersz engem, ismered a birtokot. Csak 1-2 napról volna szó. Semmiség. Megpróbálom elintézni. Hány nap kell? Hogy döntsön az igazgató tanács, jövő hét végére már biztosan lesz eredmény. Nagyszerű. Akkor hamarosan szerződhetünk kint a birtokon. Rossz érzés. Miért? Danny épp most nyert 2 millió dollárt. Mégis rossz érzés. Elmulasztjuk. Gyere, vásárolni megyünk. A barátnőmet játszott, szükség van ruhákra. Vannak ruháim. Igen, már láttam őket. Csak hogy most el kell bűvölnöd az öcsémet, gyere. Régen, ez mind nagyon drága. Mit számít? Bernie fizet? Méghozzá milliókat. Próbáld már föl. Tetszik. Neked? Nekem? Hát nem is tudom. Egyszerűen fantasztikus. Tényleg. Megvesszük. Na igen. Hát kicsit túlzás. Egyetértünk. Tetszik? Elbűvölő. Akkor kell. Ezt is föl kellene próbálnia. Szerintem is. Oh. Nagyon jó. Tetszik? Imádom. Nem túl szigorú?
Nem, tökéletes. Megvesszük. Jó, igen. Ilyesmi is kell, ha sok időt töltesz Dannyvel az irodában. Miért? Az illúzió miatt. Danny már látta az igazi énemet. Biztos, hogy az volt az igazi éned? Itt is van. A legfinomabb sejem. Régen ne. Szükséged lesz rá kint a birtokon. Beviszem a fülkébe. Ez borzasztóan drága. Vegyük úgy, hogy befektetés. Segítene? Persze. Zén Alexander butik, igen. Tényleg? Megtette? Igazán nagyszerű. Nézek időpontot. Remek. Sajnálom, nem tudtam, azt hogy... Azt hittem, hogy az eladó. Csak gondoltam, ez tetszene. Gyönyörű. Régen? Igen? Köszönök mindent. Csodálatos délután volt. Igen, szerintem is. Még itt vagy? Igen. Segítenél felhúzni a cipzárt? Megfelel? Igen, igen, nagyon csinos. Fickó. Be se engedsz. Sean. Jó, hogy találkozunk. Claire tiszta díl is lett mostanában. Mint a kicserélték volna a földön kívüliek. Nincs olyan szerencséd. Régen bemutatom az öcsémet, Sean-t. Szia. Szia. Gyere be. Elpakolom a holmikat. Sean, csinálj egy italt. Itt a viszki. Igazából te. A szüleitek? Igen. Meghaltak, amikor 7 éves voltam. Ó, nem tudtam, bocsánat. Claire-nek ez még mindig érzékeny téma. Nem nagyon beszél róluk senkinek. Nem fogom kérdezni. Egészségedre. És magának is. Uram. Szóval te nagy londoni ügyvéd vagy. Londonban élek, de nem tudom, milyen nagy vagyok. Tessék, ülj le. Köszönöm.
Claire is ügyvéd lesz egyszer. Megvan hozzá a tehetsége. Azt mondja, majd együtt megyünk az egyetemre. Csak ha képes leszel valaha leérettségizni. Mi? Túl sokat beszélsz. Vissza kell mennünk az irodába. Most? El leszel? Persze, menj csak. Igyekszem időben hazahozni őt, uram. Ajánlom is, fiatalember. Igen. Hogyha? A fenébe. Igen. Az úgy. Claire, hol voltál? Ide hoznád a Hensworth ügy anyagát? Tessék, ezt is vidd. Tessék. Köszönöm. Elnézést, hogy elfelejtettem. Semmi baj, nem vagy könnyű helyzetben. Régen mindig is lehengerlő volt. Itt az éves összefoglaló is. Ó, köszönöm. Eddig fel sem fogtam, milyen sokat segítesz. Magától értetődőnek vettem. Mit keresel még itt? Nem viszed ki Margót a reptérre? Még el kell intéznem egy-két ügyet, és te folyton elrabolod az asszisztensemet. Igen, sajnálom, de pótolhatatlan. Igen, tényleg az. Ma este is túlóráztok? Gondolom. Kész kell lennünk, mire Bernier visszajön. Ha visszajön. Visszajön, egész biztos. És addig Claire-nek segítenie kell. Tudod, azt hiszem, te nem értékelted őt eléggé. Ott maradhattunk volna az irodában. Tudtam, hogy nem akarod egyedül hagyni Seant. Köszönöm, de Seant már elég önálló. Sőt, ami téged illető... A nagy védelmező. Mint minden fiú testvér. Klassz voltál ma bent Dennyvel. Nem is csináltam semmit. Valósággal elakadt a szava tőled. Ugyan már. Most, hogy Margó eltűnt a színről egy-két napra, hála nekem, szabad az út. Azt teszel Dennyvel, amit csak akarsz. De a szerződés már megvan. Ne hidd, még nem biztos. Ki tudja, mivel jön vissza Bernier. Nem hagyhatom, hogy Denny meghallgassa, amit Margó sustorog a fülébe. Szóval ez csak üzlet. Nekem igen, de mit számít? Neked jelenthet egészen mást is. Úgyhogy hajts rá. Jó, rendben. Mi az? Figyelj! Mi jó csapat vagyunk. Hallgathatsz rám. Ne fuss Danny után. Hagyd, hogy ő fusson utánad. Hol a 93-as mérleg? Itt. Kösz. Na hát, most már vald be, hogy szerelmes vagy. Tessék? Más nő lettél. Csak a ruhám és a frizurám más. Én nem arról beszélek, Claire, hanem rólad. Egy hete érkezett, és te... Mi? Rég erről beszélsz? Mm-hmm. Soha. Mondj, amit akarsz. Akkor is látszik, hogy szerelmes vagy. Jó reggelt. Jó reggelt, Mr. Montana. Jó reggelt. Nézzük, mi jött ma reggel. Tessék. Igen? Claire, bejönnél? Azonnal. Claire, gyere, kérlek. Te figyelj. Sajnálom, ha tegnap megbántottalak valamivel. Apám mindig azt mondta, túl heves vagyok. Még nem találta ki olyan szót, ami rád illene. Azért hoztam neked valamit. Nem kell több ajándék. Mondjuk, hogy hivatali öltözet. Gyerünk, nézd meg. Hű.
Az első randira. Danny el fog olvadni. Ó, és... Mi ez? Kosármeccs? A legjobb helyre szóló jegye a Warriors meccsre. Minden követ megmozgattam, hogy megszerezzem. Na, mit szólsz? Romantikus randi lesz. Nem leszek túlöltözve? Jaj, bocs. A jegyeket Sean-nak hoztam. Jaj, de drága vagy. De igazán abba hagyhatnátok, ennyi szenvedély sok egy magányos aglegénynek. A rossz aktát hoztál be, a pályrotem kellene. Jó reggelt! Ó, köszönöm. Cappuccino. Hol van régen? Elutazott. Azt mondta, el kell intéznie valamit Los Angelesben. Ó. Oh. Itt várta az üzenet. Azt hittem, tudsz róla. Köszönöm. Szóval, régen elutazott. Igen, Los Angelesbe. Üzentek érte. Nézzük a dolog jó oldalát. Végre velem dolgozol. És Claire, mi ketten nem is tudom. Esetleg vigasztalhatnánk egymást egy jó vacsora mellett. Rendben. Igen? Igen, találkozzunk. Mondjuk 7-kor? Ma este? Igen, én ma este is nagyon éhes leszek. És nagy szükségem van egy kis vigaszra. Igen, de mostanában alig látom Sean-t, és gondoltam, hogy... Értem. Újabb magányos este. Minden nap mész valahová. Mondjuk holnap? Csodás! Van már 4 kutyád van. Igen. Hétvégén meg 6. Heti 50 dolcsi. Hol van régen? Miért? Csak mert nem értem, miért velem Lux ma este. Elutazott. Elég kár. Régen jó fej. Na, ne túlozzunk. Más nem hozott volna a jegyet a kosármeccsre. Már aludtál? Nem. Gondoltam, talán hazaértél már. Milyen volt? Te beteg vagy. Először lelépsz szó nélkül, és most telefonos élménybeszámolót akarsz? Hát nem kapod meg. Na hát az első randitól még nem vártam ilyen sokat. Te nem az a fajta lány vagy. Szóval, mi történt? Semmi. Egyáltalán semmi. Ne izgulj, még nem randiztunk. Danny nem hívott el? De nemet mondtam. Tessék? Hallgatok a jó tanácsodra, és váratom még egy napot. Remek. És hová mentek? Nála fogunk vacsorázni. Tudod, Danny remek szakács. Nagyszerű. Örülök, hogy tetszik a dolog. Thank you.
Igyekez elkésel. Jól van, jól van, jól van. Na ezt. Sean, felhúznád a cipzárt? Persze. Tessék, szuper vagy. Biztosan hülyének nézel. Együtt dolgozunk 4 éve, én soha nem vettelek észre. Jó testvérek voltatok régennel? Amikor épp nem verekedtünk, őrülten bírtuk egymást. Miért költözött el? Már kamaszkora óta mindenen összevesztek apával. Nem lehetett túl boldog gyerek. Azt hiszem, úgy érezte, agyonnyomja őt, hogy ő is egy Montana. Apám nagyon sokat várt tőle. És tőled? Én már azzal is boldoggá tettem, ha nem kerültem börtönbe. Ne butáskodj. Tudod, apám, tőlem tényleg nem várt soha olyan sokat, de régennek megtervezte az életét. Vigyázz vele, Claire. Mire gondolsz? Az én régen bátyúkám nem nagyon szereti elkötelezni magát. Nem tudok betelni ezzel a látvánnyal. Én sem. Hogy lehettem ilyen vak? Mi lenne velem nélküled? Lehűlt az idő. Menjünk be. Késő van, Danny. Istenem, mennyi lehetőséget szalasztottunk el. Konyakot? Csak egy kicsit. Arra ígyunk, hogy nincs több elszalasztott lehetőség. Tévedésből csengettek, majd elmennek. Talán a cserkészek. Gondolom megint gyűjtenek valamire. Éjjel. Ki a fene lehet? Régen. Tudom, hogy nem túl jó az időpont. Semmi gond, most készültünk a desszertre. Hogy kerülsz ide? Na hát, azt hittem Los Angelesben vagy. Beszélnem kellett Dennyvel a szőlő miatt, és látom, épp jókor jöttem. Csak egy éjszaka nem vagyok itt, és te... Nyugalom, régen. Te nem változol, Danny. De gyere, menjünk innen. De nem történt semmi. No, persze, persze. Mondom, hogy nem történt semmi. Mi ütött beléd? Nem hiszek neki. Persze, gondolhattam volna, hogy ez lesz. Abba hagyhatod a játékot. A saját öccsében sem bízhat az ember. Mi a fene volt ez? Danny, oda bent van. Már nem hall téged. Tényleg. Jó volt a vacsora? Danny remek szakács.
Anyu is mindig adott vigasztaló kakaót. Aranyos vagy, de ez most nem segít. És Brandyvel? Nem rossz ötlet. Te nem. Téged miért kell vigasztalni? Félek, hogy összevesztél Reagannel. Reagannel? A fickó, akivel jársz. Nem járok Reagannel. Dannynél voltam. Dannynél? Ha hozzám is Dannyhez, soha többé nem állok veled szóba. Ne félj, nem áll fönn a veszélye. Szuper. Nem tudom, mi van velem. Évekig álmodoztam Dannyről. Megbocsátható. Aztán idejött Reagan, és azóta a szívem majd kiugrik. Az jó? Nem, ez nem jó. Ő legalább nem olyan hülye, mint egy másik ismerősünk. Ókos tojás. Reagan megőrít. Nem tudom, mit akar. Inkább arra gondolj, hogy te mit akarsz. Bár tudnám. Igen. Igen. Természetesen. Visszahívlak. Egy kicsit halkabban. Macska jaj. Sose igyál kakaót Brandyvel. Talán majd holnap. Feküdj le egy kicsit. Most mind a két fronton béke van. Igen, persze. Fedezlek, menj! Igen, szeretlek. Szia. Ez az. Hú! Hé, Reagan! Reagan, gyere elő! Most beszéltem Margóval. És? Nem tudom, hogy csináltad. De Bernie fizet! Csodás. Rábeszélte az igazgató tanácsot mind a 2 millió dolcsira. Bizony, ez az én okos bátyám. Mindig megszerzi, amit akar. Gratulálok. Hé, régen Bernie-nek kell a szerződés, amilyen hamar csak lehet. Szerintem kint a birtokon írjuk a... Rendben. Ó, menj és mondd el mamának. Én este viszem a többieket. Jó lenne, ha Claire velem jönne. Ahogy akarod, drága bátyám. Legyen, ahogy akarod. Ahogy csak akarod. Most biztos elégedett vagy. Megvan minden, amire vágytál. Amikor ükapám rátalált erre a földre, tudta, hogy tökéletes lesz. Tessék, szagold meg. Nagyon tiszta az illata. Rögtön fölverte itt a sátrát. Hazaért. Tegye csak le ott hátul. Drágám! Szia, anya! Dani azt mondta, minden sikerült. Úgy volt, hogy én mondom el, de látom, nem tudott várni. Nem. Örülsz? Na, azzal még várok. Régen. Lássuk, hogy végződik a dolog. Kit hoztál? Claire! Szia! Szia! Alig ismertelek meg, mesésen nézel ki. Tudnod kell, hogy nélküle nem lett volna új szerződés. Gyere, és mesélj el mindent! Biztos nagyon nehéz neked ez az egész. Nem, már elszakadtam innen. De ezért most kárpótlást akarok. Ezt a nagyapám építette. Apám soha nem jött ide. Mindig ide bújtunk Dannyvel. Gyerekkoromban feljártam ide, és álmodoztam, milyen lesz később az életem.
Nem értem, miért mentél el innen. Nem akartam. Apám elküldött egy keleti egyetemre. Biztos nagy lehetőség volt neked. Apám legalábbis úgy gondolta. Én maradni akartam. De tudtam, hogy nem győzhetek. Kitaláltam, hogy ha apám el akar küldeni, elmegyek. De a magam módján. Megszereztem a diplomát, és utána meg sem álltam Angliáig. Megmutattad apádnak. Rajtad kívül csak apád tudott ilyen jó martinit keverni. Biztos. A génjeimben van. Igen, biztos. Ó, annyira hasonlítasz apádra. Bárcsak belátnád végre. Nem tudtuk elviselni egymást. Imádott téged. Elég érdekes módszerrel mutatta ki. Ne legyél ennyire szigorú vele, régen. Apa kidobott innen. Nem dobott ki. Elküldött a jérre. Hogy megszabaduljon tőle. Nem! Azért, mert tudta, mennyire okos vagy. Ó, persze. A lehető legjobb nevelést akarta biztosítani. Annyira büszke volt rád. Egyfolytában veled dicsekedett a barátainak. Azt hittem, gyűlöl. Ó, dehogy. Nagyon szeretett. Láttam, hogy a keleti részre Pinot Noir-t ültetett. Igen, megfogadta a tanácsodat. Jó fajta, és így csodálatos bor lesz belőle. Reménykedjünk, Mr. Bernier is így gondolja majd. Ó, drágám, miért nem jössz vissza? Vissza? Minek? Az én életem már Londonról szól. Amint megvan a szerződés, visszamegyek. Már semmi. Semmi nem köt ide. Várjon, amíg meglátja nappali fényben. Igazán festői. Köszönöm. Tényleg festői? A leggyönyörűbb hely hajnalban, amikor felkel a nap és mindent bevilágít. Kedves Bernyé, Isten hozta a birtokon. Anya! Claire? Claire? Claire, mi a baj? Régen csak felhasznált engem, hogy hozzád férkőzhessen. Tudom. Egyértelmű volt. Árulónak érzem magam. Nem tudom, miért hallgattam rá. Azt mondta, Margot be akar téged csapni. Oh, Margot, tudod, a bátyám néha kicsit alábecsüli a nőket. És sajnos téged is. Igen, engem is. Én is segítettem neki. Nagyon sajnálom. Ennél nagyobb baj, hogy beleszerettél. Áruló vagyok is, bolond. Régen elbűvölő tud lenni. Ki?
És a tegnap esti dolog? Régi rossz szokás. Tudod, egész életemben versenyeztem Régennel. És igazán őszintén sajnálom, hogy talán ha 4 éve kezdjük el. Talán. De akkor egészen más voltam. Miért akar elmenni Régen? Megijedt. De jól ismerem. Még megállíthatjuk. Láttam, hogy nézett rád. És ha azt akarod, hogy bevallja az érzéseit, úgy kell tennünk, mintha a tegnapi éjszaka valódi lett volna. Mintha megőrülnénk egymásért. Elég volt a színjátékból. Van más terved? Szereted őt, nem? Ne! Ezt nem teheti. Hol van Danny? Mindjárt jön. Miért ne? Nem változtathatja meg, amiben már megegyeztünk. Miért? Jó reggelt! Még nem fejeztük be? Danny, a lelkére beszélnél a bátyádnak? A Jean-Marcnak nem tetszik a dolog, még mindig visszaléphet. Hé, Régen, ne legyél már ennyire makacs. Rendezzük le a dolgot, aztán megmutatom Claire-nek a tavat, ahol mindig lenyomtál a víz alá. Egy kis kocsikázás? Aha. Tartsunk szünetet, és gondoljuk át a dolgot. Biztosan meg tudunk állapodni. Remek ötlet. Na, gyere, megmutatom a tavat. Parancsolj. Még egy szék az igazgató tanácsban. Jogos kérés. Végül is mi tettük híressé a szőlőt? Az áremelésbe beleegyeztem, de nem rabolhat ki. Egy pillanat. Régen, ez nem észszerű. Nekem meg kell védenem a családomat. Ha Jean-Marc meggondolja magát, nincs másik vevő. Kockáztatok. Mi a helyzet? Hol voltatok? Sétálni. Ebben az évszakban simogat a levegő. Megbocsát egy percre, Jean-Marc. No, hogyne. Addig beszélek a céggel az újabb változtatásról. Akkor elfogadja? Ó, remek. Hozhatjuk a pezsgőt. Csak még valami. Ragaszkodom hozzá, hogy a ház a miénk maradjon. Ezt nem hiszem el. Te jó ég. A ház sosem volt a cég része. Nem, de a szerződésnek része volt. Ha valaha el akarjuk adni, mármint nem közeli családtagnak, Jean-Marc-é az elővételi jog. És mi lesz a következő, ha igent mondok? Semmi. Ez volt az utolsó kérés. Margot? Igen. It's harder to find.
Danny! Danny, gyere ide! Mi a gond? A fenébe. Kell a kocsid. Vidd csak. Hová mész? A reptérre. Nem késhetem le a gépet. Megvan a jegyem Londonba. Régen, régen, hé! Most nem mehetsz el. Régen! Aggódj, Bernie aláírja. Kit érdekel a szerződés? Mi lesz Claire-rel? Mi lenne? Szeret téged. Hé, 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 Jézusom, régen! Kicsit lassabban légy szíves. Nem vagy normális. Claire klassz lány is szeret téged. Ne oktass ki azok után, ahogy Margóval viselkedtél. Ó, te meg rávetted Claire-t, hogy hajtson rám, csak hogy megszorongassuk Bernie-t. A másodrangú borához akarja használni a cég nevét. És? Téged ez nem zavar? Miért zavarna? Úgy sem adod el a birtokot. Miről beszélsz? Ezért jöttem ide Londonból. És van is vevőnk, Bernie. Szerzek jobb vevőt. Nem, soha egy ajánlat sem fog tetszeni neked. Amatőr pszichológus lettél. Te minden szerződést elgáncsolsz, mert meg akarod tartani a birtokot. Ez nevetséges. Csak éppen elmenekülsz minden elől, amit szeretsz. Foglalkozz a saját életeddel. Például szereted Claire-t, de nem mered megmondani neki. Annyira sajnálom, Claire. Nem tudtam megváltoztatni Régent. Csak a tündérmeségben van. Szerintem régen nem fogja fel, mit csinál. Néha nem bánnám, ha egyeseknek jobban fájna az ostobaság. Vigyázz magadra, Claire. Szia. Szia. Az ördög. Menjünk tovább. Claire, várj! Kérlek, várj! Nem! Claire, menj el! Várj! Kérlek! Menj! De hölgyem! Claire! Szeretlek! Látja, hölgyem, nem hajthatok át rajta. Na, most már itt maradunk. Régen? Te vagy a legfafejűbb, legbeképzeltebb, legőzőbb. Mit csinálsz? Semmit. Itthon vagyok. Boldog vagyok. És szerelmes. Nagyszerű. Indítson! Komolyan mondtam, Claire, várj! Hazaértem. Kit érdekel? Engem. De nélküled nem számít semmi. Akár holnap eladom a szőlőt. Hazunk. Danny, a szerződést már is aláírom. Mondd újra. Claire, most először életemben tudom, hogy mire van szükségem. Szeretlek. Hozzám jössz. Igen. Szeretlek. Aztán tényleg tudsz tárgyalni. Végül is. Most életem legfontosabb szerződéséről volt szó. Magyar hangok. Huszárik Kata, Lux Ádám, Tokai Csaba, Kerekes Andrea, Timon Barna, Bácskai János, Esznagy Ildikó. Magyar szöveg Pallinger Emőke, hangmérnök Horváth Zoltán,
Vágó Ádám Gyöngyi. Gyártásvezető Kovács Marian. Szinkronrendező Mauchner József. A szinkront a FEM3 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.